Ezzel a kacsnak a segítségével klasszul ki tudjuk emelni a mikróbát, és azután ezt a mikróbát már át tudjuk oltani esetleg egy másik táptalajra, vagy egy festéshez elő tudunk készülni. Biológia előadás a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézmény a Kapcsoljuk a Nyíregyházi Egyetemet elnevezésű online kampányával igyekszik megnyerni a leendő hallgatókat. Évvégéig minden héten újabb előadásokat láthatnak az érdeklődők. A Nyíregyházi Egyetem megmutatja az ember arcát, vagy az oktatói arcát, hiszen minden héten más és más kollégának az előadása kerül fel az egyetem hivatalos YouTube csatornájára, egy rövid 15 perces előadás, amelyben a saját témájáról, saját kutatási területéről szól, érdekesen, úgy is mondhatnánk, hogy tudományos ismeretterjesztő módon, így fönntartjuk az érdeklődést és a tudást arról mindenkinek, hogy itt van a Nyíregyházi Egyetem, és lehet ide jelentkezni. Az egyetem oktatási rektorhelyettese szerint ennek a kampánynak és a 4 héten át tartó online nyílt napnak köszönhetően idén 20%-kal nőtt az intézmény bejelentkezők száma. Összesen 4107-en jelölték tovább tanulási szándékukat a Nyíregyházi Egyetemen, közülük 1257-en első helyen. A legtöbb jelentkezés az óvodapedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a tanító és a repülőmérnöki alapszakra érkezett. Jelentős érdeklődés mutatkozik az idén először meghirdetett mérnök informatikus, valamint az újraindított kommunikáció és média tudomány szakokra is. A felsőoktatási szakképzésre is többen bekerültek, hiszen itt ugye az emelt szintű érettségi nem volt követelmény, és elsősorban a levelezőre, a programtervező informatikust, és nagyon örülünk, hogy a mezőgazdasági képzésre sokan jelentkeztek. A tanárszakokat illetően is maradt a tavalyihoz hasonló létszám, azt még próbáljuk majd a jövőben erősíteni. Abban is maradt tulajdonképpen a sorrend a tavalyihoz hasonlóan, a legtöbben a testnevelő tanár, a történelem tanár, illetve az angol és szakpárjaira jelentkeztek. Jelenleg közel 3800 hallgatója van a Nyíregyházi Egyetemnek, a létszámot a nyári pótfelvételi és a szakirányú továbbképzési jelentkezések tovább növelhetik.